Hello, sziasztok, és fantasztikusan szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám vasárnapi napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici Balatonkeneséről. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, én itt vagyok Balatonkenesén, ami természetesen nem a véletlen műve, hiszen ez egy újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videó lesz tőlem Fricitől, mint ahogyan azt már megszokhattátok. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit itt rögzítek Balatonkenesén. És most tulajdonképpen azt a túrámat folytatom tovább, amit én az ezt megelőző videóimban kezdtem el, de ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt tulajdonképpen miről is beszélek, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen! Jöjjön hát a folytatás, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb spontán amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit ezúttal itt rögzítek Balatonkenesén. Jöjjön hát a folytatás, tartsatok velem most! És akkor folytatom is tovább a mai kis túrámat, tartsatok velem! Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk! Én konkrétan a ezt megelőző videómban abból az irányból érkeztem, arra felé van Balaton akaratja, tehát abban az irányban van Balaton akaratja, és én konkrétan az ezt megelőző videómban abból az irányból érkeztem. Így hát a továbbiakban nem arra felé fogom folytatni a túrámat, hanem szépen fordulok is egy 180 fokot, és haladok tovább itt a kerékpár úton, méghozzá Balatonfűzfő irányába, ami konkrétan arra felé van. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen, és akkor pillanatokon belül folytatom is a mai kis túrámat itt Balatonkenesén, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen, és akkor én a továbbiakban arra felé folytatom az én kis túrámat, tartsatok velem, és akkor ahogy láthassátok ezen a felvételen, én már haladok is tovább itt Balatonkenesén, igen, Balatonkenesén, ugye elhagytam Balaton akaratját, és ez már itt Balatonkenese konkrétan, ahol most éppen gyalogolok, mert ugye Balaton akaratjáról indítottam el a mai kis túrámat, de nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, és akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is beszélek. És most szépen haladok tovább Balatonfűzfő irányába, itt Balatonkenesén, méghozzá a kerékpár úton, hogy láthassátok ezen a felvételen, hiszen ez itt konkrétan egy kerékpárút, ahol most éppen gyalogolok. Hát valójában a túrámnak a nagy részét ezen a kerékpár úton fogom teljesíteni ezen a mai napon, meg majd az elkövetkezendő időszakokban is, hiszen ez egy nagy projekt, amiben belevágtam, hiszen konkrétan azt találtam ki túragyanánt, hogy Balaton akaratjától elgyalogolok egészen Badacsonyig, ami nyilván egy több hónapos túra, mert nyilván ez több hónapos túra lesz, sőt, megkockáztatom, hogy akár egy év. Tehát akár egy év is lehet ez a túra, főleg úgy, hogy nem egyfolytában fogom csinálni, hanem megszakításokkal, mert ugye meg kell ezt majd szakítanom elég gyakran, hiszen én is munkából élek, illetve fizetésből, és ugye nyilván, mivel hogy nekem is van egy munkahelyem, ahol el kell járjak dolgozni, klasszik három műszak, így hát nyilván csak szabad időmben fogok itt túrázni, itt Balaton akaratja és Badacsony között szabad időmben fogom teljesíteni ezt a túrát. Hát ami nyilván több hónapon át fog tartani, akár egy év is lehet szerény véleményem szerint,
Tehát simán megkockáztatom, hogy akár ez egy év is lehet. Na de be is jövünk ide a gyalogos útra, hogy a kerékpárosoknak ne legyek útjába. Tehát be is jöttem ide. És akkor szépen itt párhuzamosan haladok a kerékpár úttal tulajdonképpen. Mert tényleg párhuzamosan haladok a kerékpár úttal. Nem akarom a kerékpárosokat zavarni. És akkor szépen haladok is tovább, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Amúgy a kerékpárút az ott megy kint, de ez az út ez meg párhuzamosan halad vele, majd a kerékpárúttal, illetve a 29-es számú vasútvonallal is párhuzamosan halad ez az út. Így hát haladunk is tovább, hát konkrétan ez a Vasút utca, ahol most éppen gyalogolok, tehát benne is van a nevében, hogy Vasút utca. Hát nyilván azért, mert ugye ott van fönn a töltésen a 29-es számú vasútvonal. És akkor folytatom tovább a túrát, itt Balatonkenesén, most már, hisz Balaton akaratját ugye elhagytam, ugye most jelenleg Balatonkenesén vagyok, hát valójában már két megállót legyalogoltam, mióta elindultam ebből a mai kis túrámmal, hát tényleg már két megállót le is gyalogoltam, két vasúti megálló helyet, ugye az egyik ugye Balaton akaratja volt, a másik meg ugye Csitényhegy, és valójában ugye ez már ugye Kenese. Hát ugye lehet úgy is mondani, hogy ugye ezt a túrámat ugye Balatonakaratja határából indítottam, de nézzétek meg a ezt megelőző videókat is, és akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is beszélek. És akkor szépen haladok is tovább, ahogy láthassátok ezen a felvételen, tehát folytatom tovább a túrát. Most már ugye Balatonkenesén, hát valójában itt már jártam, tehát itt Balatonkenesén azért már nem először járok, azért itt már voltam egy párszor, itt nagyjából már képbe vagyok, úgymond. Azért már egy párszor voltam itt. Hát ha sokszor nem is, de egy pár szó már megfordultam itt Balatonkenesén. És akkor szépen haladok tovább. Hát és akkor mindjárt itt lesz majd balra a Balatonkenesei strand. Mindjárt itt lesz balkézre a Kenesei strand. Vadkacsa étterem és panzió, ez az épület, amit szembe látható. Tehát az itt a Vadkacsa étterem és panzió. Itt pedig a sétány. Párhuzamosan a kerékpárúttal. Tihany 39 km, Balatonfűzfő 8 km. És akkor itt folytatom tovább a túrát.
Hát valójában itt van balra a Balatonkenesei strand. Itt haladok itt szépen ezen a sétányon. Mellettem közvetlenül a kerékpárút. És akkor itt elhaladok itt a Kenesei strandnak a bejárata előtt, ahol már nincsen pénztár. Ugye a strand szezonnak vége, hisz szeptember 22-e van konkrétan, pontos idődátum folyamatosan a képernyő aljában látható. És akkor folytatom tovább a túrát, és akkor itt Balatonkenesén vagyok éppen. Most haladok el éppen a Kenesei strand mellett, ami egyébként itt van balra. Tehát itt van balra ugye a Kenesei strand, itt van balra a Balatonkenesei strand konkrétan. És akkor folytatom tovább a túrát. Hát valójából már legyalogoltam két vasúti megállót, ugye lehet számolni úgy, hogy ugye a akaratjai vasúti megállóhelytől indultam, sőt egy kicsit kijebbről, tehát ugye Csitényhegy, Kenese, tehát már két vasúti megállóhelyet legyalogoltam, mióta elindultam ezzel a túrával. De nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, és akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is beszélek. Konténer eladó, akit esetleg érdekel. Tessék, konténer eladó, akit esetleg érdekel, ott a telefonszám is. Aki esetleg konténert szeretne venni, itt lehet kapni, vannak eladó konténerek, telefonszám ott látható a képernyőn. És akkor folytatom tovább a túrát. Balatonkenese Vakbottyán strand fejlesztése. Akkor ez itt egy fejlesztés. Amúgy tök szép itt balra ez a strand, tehát itt van maga a Kenesei strand, tehát itt látható, ahogy láthassátok ezen a felvételen, sőt ott van a Balaton is. Hát most nem megyek ki a Balaton partjára, mert akkor veszitek egy pár percet, nem mintha időre vennénk, de most nem, engedelmetekkel nem megyek ki a Balaton partra, pedig megtehetném, mert itt simán csak keresztül kéne mennem. Most engedelmetekkel ezt mellőzöm, hanem haladok tovább ebből a túrával természetesen. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! És akkor itt van ugye a parti sétány, hát most már csak lemegyek, ha már itt vagyok,
lemegyek ide a vízparthoz egy kicsit, ha már úgyis itt járkálok, akkor csak már lemegyek, sőt, még tudok vizet is tankolni, szerintem veszek is magamhoz egy kis vizet, mert itt van egy kút, ha minden igaz, és talán működik is, vagy már nem. Hát ez már nem működik, vagy igen? Nem? Hát ez már, de működik még. Úgyhogy veszek egy kis vizet magamhoz, engedelmetekkel. És akkor haladok tovább. Na gyerekek, akkor folytatom tovább a túrát. Itt a vízpartnál. Kicsit megmutatom nektek a Balatont. Ha már úgyis itt vagyok. Ha már úgyis itt vagyok Kenesén. Akkor már egy kicsit megmutatom nektek, hogy hogy néz ki itt a Balatonpart. Ezt így mindjárt meg is mutatom néktek, hogy hogy néz ki itt Kenesén a Balatonpart. Az ellenfényi elnézést és bocsánatot kérek tőletek. Tudom, hogy ellenfényesek vagyunk, de ugye ez itt az északi part. És itt ugye szemből süt a nap. És akkor megmutatom néktek a Balcsit, Balatont, mert nyilván van, aki nem minden nap látja. Míg én se látom minden nap Balatont, de viszont elég sűrűn látom, valaki még ennyiszer sem, mint én. És akkor itt van a Balaton, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Tehát itt van maga a Balcsi, illetve itt van a Kenesei hajóállomás. Hát így néz ki itt Balatonkenesén a Balatonpart. Íme. Ez itt Balatonkenesén a Balatonpart, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Ez pedig itt a kapun túl, tehát az ott a Kenesei strand, a Balatonkenesei strand található ott a kapun túl. És akkor így néz ki maga a Balatonkenesei Balatonpart. Fantasztikus. Ebbe a ragyogó napsütésben. Az ellenfényi elnézést és bocsánatot kérek tőletek. Tudom, hogy ellenfényesek vagyunk. És akkor ott van a Kenesei hajóállomás. Tehát konkrétan a Balaton Kenesei hajóállomás az ott van. És ez pedig itt maga a part, ami így néz ki. És itt van egy nagyon szép kis parkszerűség, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Nagyon szép kis park van itt, ahogy láthassátok. Ugye én abból az irányból jövök, tehát onnan jövök, és így néz ki ez a gyönyörű szép kis park, közvetlenül itt a Balaton partján, Balatonkenesén. Tehát így néz ki ez a szép kis park,
hogy láthassátok ezen a felvételem. És maga a Balaton pedig így néz ki, itt Balatonkeneséről nézve. Tehát Balatonkeneséről nézve így néz ki a Balaton konkrétan. Gyönyörű szép, fantasztikus. Ugye ott van a Balatonkenesei strand. És így néz ki maga a Balcsi, itt Balatonkenesén. Hát az ellenfényi elnézést és bocsánatot kérek tőletek. Tudom, hogy ellenfényesek vagyunk. Gyönyörű szép. Na de haladjak is tovább. Tehát folytatom tovább a túrát. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen. És akkor haladok tovább természetesen. Tehát folytatom tovább a túrámat. Föltankoltam vízzel is, úgyhogy mehetünk tovább. És akkor haladok is tovább, ahogy láthassátok. Hát itt mindjárt el is kanyarodok balra szerintem. Végig megyek ezen a szép kis parkon, ha már úgy is bejöttem ide. Akkor itt már végig megyek ezen a szép kis parkon, ha már bekanyarodtam ide. Ezen a murvás gyalogösvényen, gyalogos járdán. Hát fantasztikus, csan szép. Hány percre is megyünk? Ejha, már több mint 20 perce megy a videó, így hát lassacskán le is kell zárjam ezt a videót, és egyelőre meg kell köszönjem a megtisztelő figyelmet, hogy itt voltatok velem ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban. Ha tetszett ez a videó, akkor azt természetesen díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is. Természetesen a mai kis túrámnak még nincs vége, hamarosan fogom folytatni egy következő videóban. Remélem, hogy a következő videóban is velem tartotok, ha már eddig velem tartotok. És ne feledjétek, a mai túrámnak még nincs vége, hamarosan folytatom egy következő videóban. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra, és ha tetszett a videó, akkor azt díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, tartsatok velem egy következő videóban is, addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel Frici Balatonkeneséről, sziasztok! Ja, és én majd a továbbiakban arra felé fogom folytatni az én kis túrámat, de ez majd egy következő videó témája lesz. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra, sziasztok! Üdvözlettel Frici Balatonkeneséről, sziasztok!